Az Infotér 2011 konferencián ön egyik résztvevője volt az IT biztonsága kormányzatban szekciónak. Mi a tanulsága ennek a szekciónak? Viszonylag sokan voltunk és egyetértettünk abban, hogy hát igen, azért az információbiztonság az túlmutat azon, hogy az informatikai eszközöknek a biztonsága. Itt gyakorlatilag inkább az információ kerül a középpontba. Másoldalról ugye kicsit felülvizsgálva a dolgot, hát azt mondanánk, hogy bár információbiztonságról beszélünk, de mégis inkább csak az elektronikus információknak a biztonságáról. Én nem szeretem ezt a szót, hogy kiberbiztonság, ugye ez a cyber security-nek a kicsit idétlenül sikerült magyar klónozása, mert fordításnak se lehet mondani. Csak hát nekem mindig a Moldova jut az eszembe erről, hogy a kiber az rendőr, de mi az, hogy netika, ugye, hogy kibernetikáról. És éppen ezért ez a kiberbiztonság, ez szerintem ez még kicsit kívánivalót hagyja maga után. De hát lehet, hogy meg fog ez honosodni, ugye, mint a szoftver is, meg a hardware is, most már majd, meg a fájlt is, most már magyar írásmóddal már így írják, és most már nem adatállományról beszélnek, hanem mindenki csak így röviden fájlnak hívja. Lehet, hogy ez lesz lényeg, hogy elektronikus információk biztonságról van szó. Na most ugye magában a szekcióban egyetértettünk sok mindenben abban, hogy hát igen, kell szabályozni ezt a kört, sőt, nem csak a kormányzati információbiztonságot, hanem inkább mondjuk a nemzeti elektronikus adatvagyont. Tehát pontosabban a nemzeti adatvagyon, amit ugye úgy hívunk, hogy nyilván az elektronikus adatok és információk, van egy szép hosszú neve is, de mondjuk maradjunk csak ennyi, hogy nemzeti adatvagyon, ami ugye az alkotmány által is védett nemzeti vagyonnak részeként tekintendő. Sőt, ugye ez egyre fontosabb része az információs társadalom korában. Manapság ugye a nyilvántartások és a rólunk levő adatok, illetve ugye saját adataik nélkül ugye nem is, akár nem is létezünk, legalábbis a társadalom számára. Ezért a társadalomnak kiemelt felelőssége van ezeket az adatokat védeni, az adatvagyont védeni. Ezen belül is nyilvánvalóan a kormányzatnak van egy kiemelt szerepe. Na most ugye ebben egyetértettünk, hogy a kormányzaté az elsődleges szerep. És ez még akkor is úgy van, hogy ha ez a bizonyos nemzeti adatvagyon, azért gondoljunk csak bele, ez nem csak a kormányzati adatokat jelenti, sőt, ugye bankok, közszolgáltatók, de akár mondjuk ügyvédek, közjegyzők, stb. Akinél levő olyan adatok vannak, amely nélkül hát azért igen, nagy problémák lennének. De mondok más, mondjuk ezek a folyamatvezérlő dolgok, tehát úgynevezett SCADA eszközök, tehát amik vezérlik a magukat, a közszolgáltatásokat. Egyáltalán az, hogy legyen áram, legyen víz, legyen gáz, és annyi legyen, és ott legyen, amennyinek kellene legyen. Tehát ugye ez egy nagyon lényeges kérdés. És hát ugye itt aztán áttértünk az úgynevezett kritikus infrastruktúrákra, és ezen belül a kritikus információs infrastruktúrákra, és annaknak a védelmére is, hát amelyek nélkül ugye össze tudna dőlni egy egész társadalom. Csak úgy közbevetőleg mondom, hogy az amerikaiak, ha jól emlékszem, 95-ben az amerikai hadsereg csinált egy szimulációt, hogy az ő kritikus infrastruktúrájukat érő támadás esetén ugye meddig bírná még a társadalom, illetve hát ugye a gazdaság, stb. Az lett a tesznek a vége, hogy a 4-5 napon belül a teljeset össze lehetne dönteni. És hát ugye akkor azt kezdtek is félni ettől a dologtól, és azt jósolták, hogy valamikor 10 éven belül előfordulnak az első ilyen támadások, tehát ha 95-ről beszélünk, akkor 2005-re tették, hát ugye tudjuk, hogy kicsit korábban már ez bejött, de hát most 2011-ben pedig már ugye ezek rendszeresek, napi híradásokban vannak ilyen típusú támadások. Minden esetre tehát ezen a vonulaton elindulva egyet is értett a csapat, a résztvevők abban, hogy hát erre bizony figyelni kell, és a kormányzat kiemelt felelősségét ugye abban is meg kell jeleníteni, hogy a megfelelő szabályozást ki kell dolgozni. Egyébként ez elkezdődött. Abban természetesen még van vita, hogy milyen feladat hová legyen telepítve, tehát amikor valami akut, akkor azért úgy szereti mindenki magáénak érezni a felelősséget és a feladatot. Hát ugye ez egy felsőszintű kormányzati kérdés, hogy mi hogyan legyen ebben. Minden esetre a munka elkezdődött. Az viszont még várat magára, hogy meg is legyenek oldva a problémák. Hát én emlékszem, hogy a tavalyi, tehát a 2010-es Infotér konferencián ugye ugyanezek a témák merültek fel, és hát ugye bár a munka az megy, de sajnos az élet az gyorsabban megy, mint ahogy ez a munka halad, tehát kellene most már csinálni, és kellene
az operatív lépéseket, a konkrét lépéseket megtenni. És ez ugye nem csak a szabályozást jelenti, hanem ugye a szabályozás alapján már a megfelelő szervezeti struktúrákat ki kellene alakítani, illetve hát ugye az ellenőrzéseket meg kell csinálni, fel kellene készíteni a megfelelő piaci szereplőket arra, hogy hát mit is kell tenniük, mert hát azért ez sokáig nem fog így menni. És én a magam részéről nem szeretném megvárni, hogy baj legyen. És ugye azt szoktam mondani, hogy na akkor van baj, amikor baj van. Ugye, tehát azért ezt nem lenne jó megvárni, de az észteknél már volt egy 2007-ben egy ilyen körülbelül ilyen tesztnek nevezhető valami. Hát nem szeretném azt, hogyha mi is felkerülnék arra a listára, akiket tesztelgetnek.